Időtlenséget hordozó, egyfajta robosztus és erőteljes megjelenítésű kőszobrokat láthatunk a Szoboszlói Galéria május 11-ig nyitva tartó kiállításán. A tárlat különlegesen és szépen válogatott óriási életműből való termékek együttese, melyet ezúttal is a Budapesti Körmendi Galéria segítségével rendezett meg a Művelődési Ház. Egy új szobor áll a Művelődési Ház előtt. Talán nem is vette mindenki észre, mióta áll itt, és hogy került ide, a zöldbe. Csak azt látjuk, hogy belesimul a tájba, része lett a szoborparknak. A női akt Nagy Sándor Munkácsi díjas szobrászművész zuglói műterem kertjéből került ide, egyelőre csak ideiglenesen. Az idős mester kiállítását a Szoboszlói Galériában Feledi Balázs, a Vigadó Galéria vezetője nyitotta meg, aki megosztotta műterem látogatásának élményeit a szoboszlói tárlat látogatókkal. Nagy Sándor szinte feloldódva és egyesülve a természetben és a természettel dolgozik. Egy olyan anyaggal, csak is ezzel és kizárólag ezzel, amelyet a természet hoz létre, és ez a kő, mondta. Nagy Sándor az Isten szentege alatt alakítja plasztikáit, és ezáltal nem csak ősi emberi, hanem ősi természeti törvényeket. Ha megpillantjuk ugyanis műveit, az első érzésünk az lehet, hogy valami olyat látunk, ami nagyon visszavezet minket a történelembe, ami nagyon leereszkedik a történelem mélységesen mély kútjába. Szobrai görög szóval idolszerűek, amely bálványt jelent, és amelyet a korai időkben esetleg istenként tiszteltek. Vagyis az idol egy nem konkrét megjelenítés, nem egyénített ábrázolás, hanem valamiféle lényegi elemek kiemelése és megjelenítése. Nos, Nagy Sándor szobrainál is erről van szó. Jellemzően azt látjuk, hogy női figurákat ábrázol, és ezek plasztikai kialakításakor kiemel, hangsúlyoz bizonyos tulajdonságokat, lényegi elemeket, attribútumokat. Sokszor széles a csípő, a comb, amely jelezheti a termékenység iránti tiszteletet. Sokszor megnyújtott a figura, szinte az égbe tör, sajátos arányaival, amely valahogy a föld és az ég közötti kapcsolatot is adja képzeletünkben. Figurainak legtöbbször nem a fej a jellegzetessége, hanem a finoman proporcionált, arányosított, felépített test, amely az ember oly összetéveszthetetlen saját. Máskor persze, és itt ezen a kiállításon is, épp a fej a fontos, ám ekkor is nem a részletek izgatják a művészt, nem a precíz részletezés, hanem egyfajta robosztus és erőteljes megjelenítés, amely voltaképpen újra csak a lényeget igyekszik visszaadni az adott személy tulajdonságaiból. Vagyis Sándor mindig valami alapvetőt, valami ősi, sokszor ösztönöset mutat be nekünk, amely mindig nagyon a régmúlt, és ugyanakkor nagyon a jelen. De Sándor szobrai nem volnának olyan erejűek, mint amilyenek, ha például egy formák bronzba volnának kijönve. Ugyanis esetében döntően fontos, és összeforva a plasztikai formálással a matéria, az anyag, amely, mint jeleztük esetében mindig kő, fekete márvány, vörös és fehér márvány, mészkő, homokkő, tufa, andezit, bazalt, vagy éppen gránit. És a művész mindig igazodik megválasztott anyaga szerkezetéhez, erezetéhez, adottságaihoz. Nagy Sándor igen finoman, az anyagba sokszor alig beavatkozva bontja ki abból a plasztikát, s a mű sohasem mesterkélt, mindig időtlenséget hoz, ezért áll hozzánk közel. Mindezzel együtt a szobrok érzelemmel átitatottak, mindig van bennük egy folytottabb vagy megjelenítettebb érzelem, néha indulat, szeretet és vágyakozás, mondta a kritikus. Nők kőből, meg annyi Vénusz. A nők iránti rajongását a mester szobraival és szavaival egyaránt vállalja. Egy kérdést tett föl nekem a művész úr, a kérdés ez volt, hogy egy női testet hol kell megfogni. Én visszafordítanám ezt a kérdést, egy szobrász hogy gondolja ezt? Hát egy szobrász kőbe, hát a ott a kőre teszi a követ. Ugye kőből van a női test, és kőből van a kéz. Úgyhogy azt már onnan levenni. Hát egy szobrász úgy gondolja, hogy ő hol szívesen fogná meg egy nőt. És hogy egy nőt hol lehet szívesen megfogni, hát szerintem mindenütt.
Azon túl, hogy ezt ilyen humorral fogja föl, azt is hallottuk itt a megnyitón, hogy az a különbség a kő és a nő között, hogy a kő nem ellenkezik. Hát így kimondva érdekes, hogy néha a nő keményebb, mint a kő, de a kő keményen ellenáll, és nagyon meg kell harcolni azért, hogy abból van, ami kibontakozom. Úgy vettem észre, hogy a kő áll hoznám legközelebb. Mert kezdtem én bronzzal is dolgozni, de a bronzba beledolgozott a bronzöntő. És akkor már nem azt kaptam, amit szerettem volna, és így lassan, folyamatosan átértem arra az anyagra, ahol az én kezem munkája fejezi be. És hát a kertemben pedig hát nem elhelyezve vannak a szobrok, hanem ott vannak. Len a földön, a szomszéd asszony is bejön, azt mondja, na ez a szobrocska itt van a földön, azt mondja, akkor ezt elvinni. Hát mondom, hát ez nem úgy van, nem ledobva, nem eldobva van, hát nincs hova tennem. Hát a föld ugye, az mind az enyém, ez a kerítésen belül, és ahol van valami, hát az mind az enyém, nem eldobott dolog, hanem ott van neki a helye. A megnyitóra elkísérte a mester felesége, Gádor Magda, aki szintén szobrász. A Gönczi Pál iskola előtt álló leányalak az ő munkája. A tárlat megnyitójára ismét eljött a Körmendi Galéria tulajdonosa. A kortárs hazai képzőművészet jeleseinek kiállításai Hajdúszoboszlón immár harmadik éve e fővárosi galéria támogatásával jönnek létre. A mostani megnyitót több művész is megtisztelte jelenlétével. És a női idomok, idolok, az időtlen szépséget sugárzó szobrok remélhetőleg a szoboszlói nézők elismerését is kiváltják.